férfi, a nő ért válhat férfivá. Tehát azt mondja, hogy van egy nő, akinek én meg akarok felelni, tetszeni akarok, akit ki akarok egészíteni, akivel össze akarok kötni az életem, az ő kedvéért célszer számomra akarok válni, a közös dolgainkhoz hozzá akarok tenni. Ha ezt önállóan teszi a nőért, az egy jó út. De hogy a nő faragjon belőle férfit, az teljesen lehetetlen. Tehát nagyon sokan abban a hibába esnek, hogy azt mondják, hogy ugyan bén a szegény, de majd ha megszületik a gyerek, meg majd előbb-utóbb. És el is kezdik vegzálni, hogy ezt is csináld, azt is csináld, szedd össze magad. Ugye, na most látjuk azt, hogy ha a nő akar férfit faragni belőle, akkor az anyjává válik. És az ember az anyjától le akar szakadni. Tehát hogyha vagy megunja és azt mondja, hogy nekem ne anyás, vagyis elmegy, vagy ha tényleg sikerül férfit faragni belőle, akkor neki demonstrálni kell valakinek, hogy sikerült. És annak kell demonstrálni, aki az ő mestere volt, ugye? Tehát a mestertől is elszakadunk, apától is elszakadunk, és ilyen anyától is elszakadunk. Tehát, hogyha ő faragott belőlem férfit, akkor őtől is el fogunk szakadni. Tehát sehogy sem fogunk ebből jól kijönni. Tehát ezt úgy lehet megoldani, hogy a nő, és itt jön az, hogy a nőnek a befogadása milyen fontos, hogy a nő azt mondja, hogy én értem, nem mondja, úgy csinál. Tehát a női befogadás az valójában nem igényel aktivitás, hanem a passzivitás ne továbbja. Ez egy vákum. Tehát úgy kell elképzelni a nők része, hogy ők ugye már aktívan nem lehet befogadni, mert az már olyan, mint hogyha egy nagy lasszó el akarnám kapni, vagy egy hálóval ott befogadom, hanem hogyan tudok vákumot generálni. Egy olyan vákumot generálni, ami egy igény. Igény arra, hogy oldjanak meg nekem egy problémát. Igény arra, hogy hordozzon a tenyerén. És ugye ez a szívó hatás, amit ez a női vákum kell, hogy keltsen, ugye, ez motiválhatja a férfiakat. Azért mondom el ezt a képet, mert ez egy nagyon-nagyon lényeges érzés lehet, hogyha sikerül megfogni, akkor valószínű, hogy másképpen lehet működni. Mert ma, ugye, a nyugati világban mindig az aktivitáson van a hangsúly, mindig az, hogy ki tesz többet, ki hogyan kell ezt csinálni. Na most ugye érezzük ebben, hogy a vákumot hogyan kell csinálni, ugye? Tehát nem lehet így csinálni, mert az már kifele jön, ugye? Tehát, hogy a vákumot azt lélekből kell valahogy befele fogadni, de próbára kell tenni, a vákum teszi próbára. Tehát a népmesében is ugye megjelenik a nő, és a legkisebbik fiút azt háromszor is próbára teszi, és ha átmegy a próbákon, akkor nyerheti el a kezét. De azt jelenti, hogy keletkezik egy igény, és megnézem, hogy ő reagál-e, megoldja-e, képes-e rá, vagy nem képes. De nem úgy, hogy én megmondom, hogy figyelj, légy szíves már, szedd össze magad, na, úgy kéne, hogy ide kettő, például jobbra kettő, balra, mert az már a nőnek a teljesítménye. Tehát, hogy találunk-e ilyen fiút, azt nem tudom. Ugye? Tehát ez egy nagyon lényeges dolog. De most azért arról beszélünk a fiúk neveléséről, ebben eljutottunk a nőknek egy ilyen aprócska szerepéig, és ennek kapcsán jegyezni meg ismét, hogy a férfiakat ugye a férfiak között lehet férfivá tenni, a férfiak tudják férfivá tenni, tehát a nők ne bánkódjanak azon, hogy ők képtelenek a fiúkból férfit nevelni. Nem lehetséges, matematikailag sincs megoldása. Na, ha nincs matematikai megoldása sem, akkor aztán egyébként is ugye majdnem lehetetlen. Pedig nagyon sokan kínlódnak, és tiszteletem azoknak az anyáknak, akik ezen ritka sokat legítékeznek, hogy azt tudják csinálni, hogy azt kilögdösik az éles életbe, és de ehhez nekik olyan keménynek kéne lenni, mint egy fiúnak, mint egy apának.